Szevasztok emberek, üdvözlök mindenkit! Na, a mai videóban egy kicsit belenézünk a Riders Republicba, ami most már egy ilyen Trial Week, azaz Trial 7 elérhető a játékból, ugye ezt az Ubisoft készíti, amit láthatjátok is. És egyébként borzasztó éles, nagyon jó felbontáson fut PlayStation 5-ön, ja egyébként PlayStation 5-ön játszom, ha valakit ez, valakinek ez érdekes lett volna. A beállításoknál sok minden úgy nem elérhető, mármint így a videó beállítás szempontjából, tehát itt meg tudjátok állítani a motion blurt, illetve az, hogy az exposure milyen legyen, illetve a HDR, vagy a, tehát hogy a luminance, meg ilyenek, ugye a fényerő, meg ilyenek, tehát semmi olyat nem tudtok, hogy ti szeretnétek egy nagyobb felbontást, kevesebb FPS-sel, vagy kisebb felbontást, magasabb FPS-sel, nem, tehát itt egy beállítás van, és az nagyon azon fut a játék. Oké, na amit szeretnék hozzátenni, hogy amint a játék egyébként brutális, egész jól néz ki, tehát nagyon jól néz ki a játék, azt szeretném hozzátenni, hogy mondom 60 FPS, és nagyon-nagyon éles egyébként a játék, mint olyan, hogyha normálisan tévén játszátok, viszont így átstreamelve ugye PlayStationről PC-re, ugye nyilván nem ugyanaz a felbontás, meg nyilván amikor láttok ilyen blokkokat, akkor ugye ez a bitsűrűség miatt is van, úgyhogy az nem feltétlenül fogja nektek visszaadni, és szinte semennyire, de megpróbálom minél jobb minőségbe felvenni az egészet. Na most, a játék egyébként, hát szóval kurva nagy a map, tehát amint láthatjátok, látjátok azokat a kis fehér pontokat ott végig. Azok a kis fehér pontok ott, amit ugye az előbb mutattak, azok mind emberek, mind játékosok, mint amilyenek most én is vagyok, online játékosok. Itt amikor ezt benyomjátok itt a fölfele nyilat lent, ugye akkor tudjátok váltani, hogy mivel szeretnénk menni, biciklivel, ugye downhill bicajja, vagy esetleg siléccel, illetve itt majd lesz ugye az, hogy repülő, mókus ruha, vagy hogy snowboardra, vagy ilyesmi, de most menjünk síléccel. Oké. Tehát gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy itt ezt el is tudjátok rakni, és ha szeretnétek, akkor tudtok csak úgy simán sétálni. Nem feltétlen kell. Ez még egyelőre ilyen practice, tehát itt most nem arról szól, hogy itt most oda mentek, ahova akartok. Ez még a játéknak az eleje, de már belenéztem, hogy mégis milyen az irányítás. Amúgy nem rossz, csak nekem nagyon szokatlan. Na, vegyük elő akkor ezt a... Igen, oké, még egyszer. Meg a másik, ami nekem már most furcsa, hogy például nem lehet benne ugrani. Csak úgy. Na mindegy. Nagyon jók benne a zenék, viszont attól félek, hogy ezt le fogja nekem lőni a YouTube. Hogy várjatok egy pillanatot, csak le kell vennem a zenéket. Jó, copyright music. Oké. Okay. Copyright music in the gameplay is played when option is active. Oké, okay. Na, most én kikapcsoltam a copyright musicokat. Mert nem akarom azt, hogy lelője a YouTube. Megmondom, hogy szintén. Na, nyomjunk egy kört. Igen. Igen, szeretnék, szólóba szeretném elindítani. És tudok választani, hogy sílétszre szeretnék menni, vagy snowboarddal. Mindenképpen snowboardra szeretnék menni. Start. Standard beállításokkal játszunk, tehát semmi egetverő mutatvány nem lesz. Ami azt jelenti, hogy itt minden segíteni fog nekem, hogy ne legyek annyira szar, mint amennyire valójában vagyok. Na jó. Igen. Nagyon pörög, nagyon pörög. Hoppá. Azt a kurva, hát ez közel volt. Igen. Oké.
Migiri, hoppá! Hát ezt nem így akartam, de jó. Oké. Egyelőre elsők vagyunk. Egyelőre. Ja, bármiféle akadást láttak a játékban, vagy ilyesmi, akkor az a stream, amit átstreamelek PlayStation-ről a PC-mre, a játék maga a PlayStation 5-ön abszolút nem akad, nem stutteringol, nem lagol, semmi ilyesmi, tökéletesen szépen fut. Mi van? Persze, hogy megnyertem. Oké. Egyébként ezen, ennek az irányítása, így ebben a formában teljesen jó volt, így a tehát így, hogy így snowboardra mentünk. Viszont amikor bicajjal megyünk, hát akkor botrány. Tehát az botrány, az irányítás. Mármint legalábbis nagyon nehéz hozzászokni. Igen. Mert tetszik az, hogy amikor ezeket kapod, még véletlenül se tudod használni a kamerát, meg semmit, hogy körbe tudja nézni, ez logikus. Szóval ezzel még egy kicsit alakíthatnának. Igen. Igen, még mindig automatán dobálja, igen, fast travel. Ide szeretném, igen. Super cool snowmobile from Brett. Snowmobile. It's sick because now you'll be able to travel uphill across snowy environments okay. Way quicker. Kaptunk egy izét, egy hójárót. Oké. Okay. Open the map. Igen. Oda szeretnék menni, így van. Ide, így van. És akkor az nekem jelezni fogja. Aha, és akkor hómobillal oda lehet menni. Jó, vagy neki rózsi. Ezzel nem lehet... Aha. Ezt hogy érted? Oké. Azt hittem átszakítja azért azt a zászlót. De akkor nem. Oké. Igiri. Itt vagyok, megérkeztem. Sziasztok. Állj már föl, te csíra! Na nézzük. Igen. Igen. Dry Creek Landmark. Igen. Ez nagyon érdekes. Jó. Ja, itt lehet felfedezni a bizonyos területeket, aha. Hát tipikus ugye Ubisoft játék. Vázis pontot kapsz, mert oda mész. Oké. Okay. Igen. Igen. Nice work. Time to let loose and do your own thing. Keep tapping into those events and go back to check out those challenges that you missed. Better still, hit up more explorative opportunities. All very badass things that will keep you collecting stars and progressing very nicely, if I do say so myself. Right, okay. Uh-huh. There's loads to choose from, so go get stuck in. Okay. Igen, egyszerűen nem bírja elengedni a kezelet a játék semmilyen szinten. Tehát ez hihetetlen. Jó, mindegy, menjünk ezen. Aha, oké. Okay. És akkor most viszonylag... Itt most egy biciklivel akarok menni. Biriziklivel. Nem tudom, hogy... hol van a... Aha, ott, jó. Igen. Han Solo-val akarok menni, és ezzel a bicajjal megyek. Igen. Viszont nagyon jó benne például az FPS mód, amit mindjárt is mutatom. Tehát amúgy kurva jó, csak az irányítás nagyon szar így. Mert semmit nem látsz. Most kacok, de visszaváltok. Ezt nem tudom, hogy miért
Ezt fogalmam sincs, hogy miért ugrott így el. Most éppen zsiráfnak vagyunk öltözve. Negyedikek vagyunk, hát az nem olyan jó. Igen. Jaj! A kurva életbe! Hello! Visszajöttem, de nem érdekes, persze. Igen. Igen, nem tudom hova ment, de jó. Húha! Menj innen! Igen, ezek továbbra is olyan játékosok, mint én. Migiri! Húha! Szerintem az egy cikla volt, igen, de nem érdekes, lepattantam. Már jobban vagyok. Igen. Megérkeztem, szevasztok. Oké. Okay. Igen. Jóló, pedig a csávó a harmadiknak sokkal jobb bicaja is volt, mint nekünk. Ami érdekes egyébként, hogy miért nem ő nyert, na mindegy. Mit kaptunk? Mit kaptunk? És minden egyes győzelemnél kapunk egy új bicajt, vagy valamit, eddig mindig új bicajt kaptam, tehát lehet, hogy ez csak egy dolog, aztán lehet, hogy azon kívül még ugye más is lehet majd kapni, de egyelőre csak a bicaj, amit nekem feldobott. De hát majd ugye nyilván a végleges játéknál, amikor megjelenik, akkor már mások lesz. Már lehet, hogy lesznek plusz dolgok még. És szerintem egy komplett bicajt nyerni egyetlen egy ilyen verseny alatt szerintem az olyan túl sok. Tehát én szerintem ilyen alkatrészeket dobálnék be, de nyilván ez emberfüggő. Amúgy teljesen jól néz ki a kis játék. De jó az FPS mód, ez úgy tényleg. De szerencsére pont semmit nem látni. Ne, úgy látni. De úgy jó pofa játék egyébként. Nem tudom, hogy ebből lesz egy ilyen demo verzió, amit itt tényleg így bármeddig lehet tolni, csak mondjuk korlátolt, vagy ténylegesen ilyen 23-24 ezer forintért fogják árulni, mert amúgy nem rossz maga a játék, csak éppen hát nem tudom, lehet, hogy van, aki ad ezért 23-24 ezer forintot, csak olyat nem ismerek. De biztos, hogy van. A másik, ami érdekes egyébként, hogy FPS módban sokkal gyorsabbnak tűnik az egész, látjátok? Így ugye ugyanúgy 60 km per órával biciklizok, mint így. Szóval így sokkal lassabbnak tűnik az egész. Úgyhogy ide le is dőlök. Nem, fölkelek. Nem. Lehet egy kerekezni amúgy? Arra vagyok kíváncsi, hogyha 60-nál eldobom a bicajt, akkor mit csinál? Elesik a csávó, vagy mi? Amúgy szeretnék sima biciklivel 60 km per órával tekerni. Aha, tehát eldobja. Semmi nem történik. Aha. Jó, nyilván a játékot lehet kooperatívban is lehet tolni ugye a haverjaiddal, hogyha esetleg arról van szó, hogy többen akartok menni egy-egy versenyt. Szóval jó pofa. Aki szereti az ilyen extrém sportos játékokat, azoknak abszolút tudom javasolni, mert egyébként jó, szép a játék, meg jó a kidolgozottsága. Illetve az, hogy mivel Ubisoft itt tele lesz contenttel, persze rengeteg pénzért, úgyhogy igazából...
Tehát valamit valamiért. Aztán szeretném bemutatni nektek egy másik játékot, ami megint csak érdekes, a Vampire című játékot, ami már egy jó ideje kín van egyébként, hát most kapott egy Next Gen update-et nemrég, úgyhogy szeretném egy kicsit megmutatni, hogy mégis milyen a játék. Szeretném hozzátenni, hogy nem gondoltam volna, hogy egy Next Gen update, egy nagyobb felbontás, meg ugye nyilván stabilabb, illetve magasabb FPS, mennyit számít egy olyan játéknál, ami nekem például abszolút érdektelen volt mindig idáig. És most, hogy megkapta ezt az update-et, hogy most mennyivel másabb a játék, mennyivel jobban bejön. Igen. Kicsit játszottam vele, megmondom őszintén, talán egy másfél-két órát talán, hogy mégis így bele néztem. Jó, nagyon jó kis játék. És tényleg így nagyobb felbontáson, meg nagyobb FPS-re, ugye framerate-tel játszva, egy jó tévén, brutálisan jó. De tényleg nagyon jó. Én most kimegyek. Igen, most kimegyek, majd itt vissza kell jönni, ez egy misszió, de nem szeretném nektek így úgymond elspoilerozni, hogy ilyesmi. Ha még esetleg nem játszottatok vele úgy, mint én. Pedig már jó ideje kint van egyébként, ez egy viszonylag régi játék. Ja. A töltési idő egyébként nem vészesen sok, tehát nem tűnik olyan soknak egyébként, mint aminek így elsőre így gondoljátok. Szóval. Vampire most már játszható PlayStation 5-ön. Azt tudom, hogy PlayStation 5-ön, de szerintem a Next Gen konzolokon, tehát Xbox Series X és Xbox Series S-en is játszható 60 FPS-sel, annyi, hogy ugye az Xbox Series X és PlayStation 5-ön, hát most nem akarok hülyeséget mondani, hogy natívan, de hogy 4K-e, de borzasztóan jó minőségű. Borzasztóan éles és jó minőségű a kép, szóval jó, hát nyilván ilyen plusz effektek benne vannak rakva, például egy ez a filmszemcsés effekt benne van, akkor ez a... Az ilyenek, ami egy kicsit nekem például ront az összképen, meg az első olyan effekt, amit mindig kiszoktam kapcsolni játékoknál, az ebbe benne van, és nem kapcsolható ki. Tehát meg is mutatom nektek, hogy itt van, hogy ennyit lehet állítani a játékba a beállításoknál, hogy... Szóval, hogy így, hát nem sok lófaszt. Úgyhogy annyi, hogyha nektek bárki ugye ez Xboxon, Xbox Series X-en vagy PlayStation 5-ön játsza, akkor automatán update-eli a játék magát, nem kapcsolható, hogy te milyen beállításokkal akarsz játszani, hanem azonnal azt adja be, ami éppen a legjobb teljesítmény és a legjobb felbontást nyújtja. Sziasztok! Nekem nagyon tetszik például a Shadow Step. Ja igen, tehát ha valakinek nem tűnt volna felesetleg, akkor vámpirok vagyunk. Csak úgy mondom. Szóval tudsz ilyen Shadow Step-et egyelőre. Mondom, még a játék elején vagyok, tehát ez még sokkal brutálisabb lesz a karakter. De ja, nagyon tetszik ez a viktoriánus London így ebben a formában, hogy ennyire elvont meg dárkos. Kicsit haj az a Assassin's Creed Syndicate-ből a hasrametsző Jacknek a kiegészítőjére, ugye ez a londoni rész. Igen, ezek az akadások, amiket most amit így láttatok, ez nem a konzol, ez a streamnek a minősége, ami át van nyomatva ugye most jelenleg a PC-re, és én most PC-n keresztül játszom azt, ami PlayStation-on fut, szóval bármilyen akadást láttok, hogy ilyesmi, ez nem a játéknak a része. A játék az brutálisan stabil, nagyon szépen fut. Főleg azok, akik játszottak ugye az alapverzióval, olyan frame pacing problémák voltak, illetve annyira borzasztóan volt optimalizálva, tehát konkrétan semennyire a játék, hogy borzasztóan futott. Például van egy ilyen, hogy át tudtok is shadow steppelni, látjátok, szóval kurva jó egyébként. Szóval ja, de ez most így most kihasználja ugye a Next Gen konzolnak az erejét, a játék. Nagyon jó. Hát egy igazi barom az ember. Ja, úgyhogy bejön a játék. Nagyon szerintem nagyon jó munkát végeztek. Bár volt rajta mit csiszolni, megmondom őszintén. Még tényleg egy normális tévén, 4K-es tévénre kilőve, egy jó HDR-rel.
azért elég komoly, elég jól tud mutatni ez a játék, úgy, hogy ez már ugye nem mai. Azt hiszem 2000, nem akarok hülyeséget mondani, 2017-es lehet a játék talán, szóval azért nem mostani. Ha jól emlékszem 2017-es, nem akarok hülyeséget mondani. Szóval nem mostani, nem idei, illetve nem tavalyi a játék, az biztos. Tehát azért a több mint 2 éves. Szia Lajos! Hoppá! Húzzam egyet! Igen. Jó, hogy a fegyvereket tudtok majd tudtok benne venni, mert ilyen RPG jellegű a játék, szóval most, hogyha én ide belép, nem ide, ha ide belépek, ugye van egy map, tehát ő, hello, nem, ez, igen, és hátra akartam jönni, igen. Jó, hogy ez a max, oké, szóval ekkora így a map, tehát így a docknál, illetve Whitechapel, illetve a West Endnél lehet így járkálni, tehát ez így a map, amit így láttok, és itt külön emberekkel, akikkel beszéltetek, azoknak az életét, illetve na, tehát a healing státuszát mutatja, hogy mennyire stabil, vagy kritikus az állapotuk, kiken tudsz segíteni, kiken nem, mert amúgy meg egy doki vagy benne, szóval, hogy nem is értem. Illetve az, hogy ezt le tudjátok cserélni, ugye... ja igen, ezt most nem lehet, igen. Szóval itt lehet majd fegyvereket hozzáadni, szérumokat, amit majd el tudsz készíteni, illetve vannak speckó képességek, ugye mivel, hogy vámpír vagy, miért lenne. Ugye itt majd lehet hozzáadni pluszba dolgokat, amitől még brutálisabb lesz ez a vadbarom. Úgyhogy, ja, nem tudom, skacok, igazából ennyit szerettem volna mutatni ezekkel a játékokkal kapcsolatban, hogy ebben a videóban ezt a kettőt szerettem volna megmutatni. Mert érdekes. Ez egyik az, hogy az a sportjáték az azért jó, mert egyébként tényleg kooperatív, és amúgy szerintem tök jó, főleg így, hogyha nem PlayStation-en játszátok, hanem PC-n, ugye az Uplay Plus-nak a része, tehát az azt jelenti, hogy havonta 4000 forint az Uplay Plus, 4000 forint környékén van, viszont abban benne van ugye a Far Cry 6, benne van a legújabb Watch Dogs, benne van ugye, benne lesz ez a extrém sportos játék is, és úgy már azért nem annyira rossz deal, és 6000 forintért havonta tudjátok játszani, úgyhogy mondjuk csak itt az egyik játék lenne 24000, ha megveszitek, így meg 6000 forint, de mindegyik játékot le tudjátok szedni, nyilván mint például én, például egy ilyen játék, ami ilyen jó pofa, de igazából semmiről nem szól, én hamar beleunok, tehát én mondjuk azt, úgymond azt a játékot, én kipörgetném egy hónap alatt 6000 forintból azt, a Far Cry-t, meg a Watch Dogs-ot, és 6000 forintból megvan mind a három játék. Én így tudnám elképzelni ennek a létjogosultságát, illetve hogyha előfizető vagy. Ez a játék meg szerintem azért fontos, ezért gondoltam, hogy megmutatom, mert egyébként hiába régi játék, ez nagyon híres volt arról, hogy borzasztóan optimalizált volt a játék, tehát tényleg egy erősebb gépen is néha szaggatott, meg szóval eléggé komoly frame pacing problémáik voltak, tehát rángatózott a kamera, meg ilyenek, és most egyébként jó, hát így most néha így csinálta a hülyeségét streamen keresztül, de magán PlayStation-ön semmi ilyesmit nem tapasztaltam, és ez egy nagyon dicséretes dolog, bár nyilván ugye dolgoztak is rajta. Most tényleg az, hogy már most egy régebbi játékot így Halloween alkalmából kigyúrtak arra, hogy 4K, közel 4K, nem tudom pontosan, hogy natív, de borzasztóan éles, tehát higgyétek el, rettenetesen éles. És ez tényleg egy TV kanapé, illetve TV ágy távolságból nézve elképesztően éles a játék. Tehát közel 4K-ban 60 FPS-sel játszani, egy ilyen játékot megint csak újra elővenni, ha esetleg valaki már tolta, most nagyobb felbontásban, úgy next gen konzolon, szerintem teljesen jó, és ennek örülök neki, hogy foglalkoztak vele a fejlesztő csapat. Úgyhogy ennyi lennék én mára ezzel a két játékkal. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Kövessetek be Facebookon és Instagramon is, és legközelebb találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!